Sebastián Kóh látogatásán Budapest jelezte pályázati szándékát a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésére. Az 55 es atlétikai stadion majd cseppelen épülhet fel, de addig fedett pályás felújítások a sürgető feladatok, miközben a versenyzők edzés lehetőségei logikusan szűkebbek. Gyulai Márton szövetségi főtitkár az aktualitásokkal. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszöntöm a nézőket! De, Marci, menjünk vissza egy pillanatra, ha visszagondolunk, hogy te indultál a téli olimpiákon Bob versenyzőként, atlétikai versen vezetőként viszont láthatod, hogy mi történt az oroszokkal. Teljesen logikus, hogy a példátokat a, a Nobis követi most Piong csangban. hát az oroszok már csak a Svájcban vannak. Hát, hogyha a példa az Ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetség azon döntésére vonatkozik, amit több mint két évvel ezelőtt született, akkor a logikus akkor lett volna, hogy erre nem várnak több mint 24 hónapot, hanem hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság észbe kap és megnézi, hogy mi az, ami ténylegesen történt, mi az, amire az egyik legnagyobb Nemzetközi Sportszövetség holdudvarában kázi fényderült és elkezd akkor tenni és vizsgálódni, amikor ez az egész napvilágot látott. ezzel elkéstek, ezt én bárki előtt vállaltam korábban is. Ez egy utolsó pillanatos kapkodás volt? Most is az, tehát uh -huh. tüzet próbálnak oltani, ahelyett, hogy tényleg megnéznék a helyzetet, nem vagyok benne biztos, hogy jó döntést hoznak, teszem hozzá. Azért mondod azt, hogy, tehát a jó döntést, azt azért nem jó döntés, mert késő hozzák meg? az azért a legrosszabb döntés, ne mert az az most vezetőle. ezzel elkezdeni hmm. foglalkozni, hogy akkor kit zárunk ki, kit nem zárunk ki, ki indulhat, ki nem indulhat, az, az nem biztos, hogy jó, az egy kellemes meglepetés, hogy az orosz olimpiai bizottság partnerebben, és úgy tűnik, hogy elfogadták azt a javaslatot, hogy akkor ők egy, egy semleges zászló alatt induljanak, lássuk meg, mit hoz, hanem is a holnap, de a február. Tanulság az Atletikai Szövetségre érdemes időben odafigyelni abban bízom, hogy a nemzetközi és az Európai Szövetség is majd ebből, ebből meríteni fog, persze. Marci, itthon más okoz fejfájást nálatok. Attila szerint több száz atlétának vannak gondjai, ugye edzés lehetőségek szűkültek be. Rossz a helyzet most nagyon? A sportigazgatónak ebben is igaza van, ez most nem ideális, ahhoz képest, amit elterveztünk, amit szerettünk volna. Én azt látom, hogy most elkezdődtek úgy alakulni a folyamatok, az a munkálatok, hogy remélem, hogy napokon belül most már tényleg megszületik az a megoldás, ami átmenetileg ennek a felettpályás szezonnak a végéig valamilyen módon orvosolni tudja a helyzetet. Az, hogy sem Budapesten, sem Magyarországon nincs elegendő felettpálya, felett edzés létesítmény, ez sajnos tény. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy jövőre épüljenek olyan, mint futófolyosók, mint fedett csarnokok, ahol legalább egy, egy 200 méteres futókör körbe az elősegíti. Nem csak a, top atléták, nem csak Bai Balázsra vagy Márton Anitára kell gondolni, hanem arra több ezer kis fiatal tehetségre, akik felnéznek rájuk, és akik azt mondják, hogy én is szeretnék majd egy napon ilyen szinten atlétizálni. És ez edzeni kellene, és ehhez kellenek ezek a létesítmények. Van itt egy neurologikus pontja, volt Szimacsarnak a BOK futópályája. Mikor kellett volna ennek elkészülni, és azt már tudjátok-e, hogy mikor lesznek vele meg, és mikor lehet használni? Hát azóta, mióta az Annó Szima most már bokcsarnokot használja a Magyar Atlétikai Szövetség, én most 10. éve ülök a főtitkári pozícióban, rendre ez október eleje, legkésőbb november eleje, de az elmúlt 3-4 évben most már október 1 használtuk folyamatosan. Tehát mikor kellett volna elkészülni, ez nekem teljesen mindegy. Én október 1 szerettem volna, mint Magyar Atlétikai Szövetség használni, erre minden ráutaló magatartás, előkészítés, szerződés, stb. az rendelkezésre áll, mégsem alakult így. Most december 14-ét írunk, hogy jól tudom, ehhez képest ugye ennyi, kb. 10 hét csúszásban van mindenki, akinek ez a feladata lett volna, de mint említettem, én most azzal az információval rendelkezem, hogy elben napokon belül tényleg az atléták végre megint otthon lehetnek. Ilyen körülmények között a fedett pályos szezonban milyen elvárások lehetnek? Meg volt komoly zavaró hatása ennek? És ezt, a máshol is a nehézségeknek? Hát, hogyha ezt előre meg tudnám mondani, akkor hogy valószínűleg egy kristálygömbben rendelkeznék. Én itt szeretném megragadni azt a lehetőséget, hogy megköszönjem a kollégáimnak, Spirilatil a sportigazgatónak és csapatának azt az emberfeletti munkát, amit végzett. Hiszen itt nem csak arról beszélünk, hogy egy ember megy edzeni, hanem számtalan olyan összetartás, olyan csoportképzés, olyan programoknak az áthelyezés és a megvalósítás, olyan edzőtáborok utolsó pillanatban való kialakítása, nem csak országszerte, hanem külföldön is akár mi lehetővé tette, hogy a programok nagy része az megmaradjon. És ez, ez emberfeletti teljesítmény, mind anyagi vállalásokban a szövetség részéről, mind logisztikai munkában. Az, hogy mi lesz ennek a, az utóéletek, vázi, milyen eredménnyel jár majd ez, vagy mekkora kárral, ezt valamikor egy év múlva fogjuk tudni megmondani, de az is lehet, hogy csak pár év múlva. Na most említetted, hogy ez értelemszerűen anyagi áldozatokat is jelentett nektek, átcsoportosítások, logisztika, hadseregek mozgatása, mekkora többlet kiadás? Satsoni tudunk, több tízmillió forintról van szó, ez adja magát, de hát, hogyha csak belegondolunk, hogy embereket el kell vinni egyik városból egy másikba, akik nem ott élnének, van egy utaztatási költség, van egy bérleti költség, van egy szállási költség, van egy ellátási költség, és mint említettem, az országban nincs még egy 200 méteres fedett pálya, ami alkalmas lenne bármiféle összetartás vagy edzése, ez a sokszor külföldön kell megoldani. Nézzük meg, hogy mikor jön meg a csarnok, nézzük meg, hogy az évet hogyan zárjuk. Uh, mikorra lesz több ilyen uh, csarnok, ilyen futó lehetőség, ilyen ezős lehetőség az országba, ha minden jól megy és a tervek jól mennek? A Magyar Atlétikai Szövetség már egyeztet egy jó pár hónapja az EMMI sportért felelős államtitkárságával, NFM-mel is beszéltünk arról, hogy miként hol lehetne elsősorban Budapesten, illetve országszerte olyan könnyű szerkezetes csarnokokat vagy felhúzni, vagy megtalálni és átalakítani, ahova ez hasonló pályákat el lehet helyezni. Ugye egyszer rövid távon szükség van arra, hogy Budapesten még legalább kettő ilyen helyszín az kialakuljon, a következő 12 hónapban erre lehetőség is van, utána pedig meg kell találni azt a hosszú távú olyan csarnokot, atlétikai centrumot, központot, ahol nem csak egy feletti csarnokról beszélünk, de egy, egy stadionról, egy melegítő, egy edzőpályáról, ahol nem, nem, csak a mindennapi munkát, de egy megfelelő versenyt lehet rendezni. Pali, ha én azt mondom neked, hogy ma nincs Magyarországon egy olyan szabadtéri atlétikai stadion, ahol körbe egy lelátóval rendelkezel, ami óva széltől, ami megfelelő hangulatot, megfelelő rálátást kölcsönöz az edzőknek, hogy a megfelelő munkát azt meg tudják nézni, akkor valószínűleg meglepődsz, hiszen hát bizony. mindenféle stadion azért kellene, hogy legyen. Azt örömmel mondom el, hogy megvannak a tervek, és megvan az az elképzelés, sőt egyetértés, hogy ez a stadion, ez hol, mikor, miként fog megvalósulni. Itt két feladatról beszélünk, tehát kellene egy fedett csarnok is, majd egy a, egy központ az atlétáknak, és az a bizonyos csepeli atlétikai stadion, az pedig a nagy főberuházás lenne, hogyha ha az ember világbajnokságot akar rendezni, akkor ahhoz az a fedett csarnok is kell. A fedett csarnok a sporták fenntartásáért kell. A fedett csarnok az azért kell, hogy az a munka, ami elkezdődött egy négy-öt évvel ezelőtt a Magyar Atlétikai Szövetségben, ahol minden évben hozzuk azt a növekedési számot versenyzők mennyiségében, minőségében, érmekben, az ne kidobott pénz legyen, ne az legyen, hogy elindult egy program, és most nincsenek hova, nincs olyan hely, ahol tudnak jönni a fiatalok, hogy ez a munka tudjon folytatódni, és egy egészséges nemzedéket tudjunk kínálni. Ehhez is kell a fedett csarnok. Annak semmi köze a VB-hez is. Nem, a, nem, a Tehát VB nem, nem egy olyan háttérlétesítmény, ami egyébként szükségeltetik akkor a hozzá. Sportágnak A sportágnak szükségeltetik. De a világbajnokság az, az egy, egy habatortán. A sportágnak azért, amit az elmúlt egyébként idén 120 éves a Magyar Atlétikai Szövetség, az elmúlt 120 évben letett az asztalra, és az elmúlt 5-6 év fejlesztési programját követően nincs egy otthona. Világos, de... tehát, azért, tehát van, van, egy torta, a tortát azért be kéne burkolni, hogy úgy mondja, meg be kéne fedni, és utána már rá lehetne habot tenni. Én azt gondolom, hogy mindenki egyetértelem abban, hogy az elmúlt 120 év alapján a magyar atlétika megérdemli annak a lehetőségét, hogy megnézze, hogy tud-e rendezni egy világbajnokságot. Szerintem tudunk. E tekintetben ugye Sebastian Kóha nemzetközi szövetség elnöke már találkozott is a magyar miniszterelnökkel, és amit te láttál ezen a találkozón, és ami eddig történt, optimista vagy biztató? Ez a 2023-as VB rendezés ez egy abszolút elérhető cél? Szerintem a saját sorsunkban van, a saját kezünkben van a sorsunk. A Nemzetközi Szövetség részéről érzek bizonytalanságot, hogy ők nincsenek azzal tisztában, hogy pontosan mi az, és miként fog történni. Egy picit menjünk vissza, hogyha, ha szabad, és ha időnk engedi. Lord Sebastian Kó, ugye 2015. február, augusztus 12-én vette át a Nemzetközi Szövetség vezető pozícióját, 19 én És ez lesz az első olyan esemény, az első olyan világbajnokság, amit az ő regnálása alatt itt élnek oda. Korábban nagyon sok probléma volt, Doha miért kapta meg, Yuji miért kapta meg, az egész diák család sajnos úgy tűnik, hogy elég komoly hibákat vétett. Nem engedheti meg magának Lord Sebastian Kó, hogy bármiféle kérdőjelek felmerüljenek azzal a kapcsolatban, hogy miként ítélték oda, kinek ítélték oda, megfelelő az a partner, és meg tudják e csinálni. És ezért egy picit szeretnék jobban körüljárni azt, hogy, hogy miként zajlik majd le ez egész pályáztatási rendszer, mára ez nem alakult ki. Meghívásos pályázat lesz a jelek szerint. Most azt mondták, eddig azt mondták. Vegyük elő azt a nem létező gömböt. hány pályázó lesz szerinted körülbelül? Jelentkező, aki azt mondja, hogy őt érdekli, az nagyon sok van. Csak a Nemzetközi Szövetség tisztában van azzal, hogy ennek a, ennek a világbajnokságnak nem csak Európában, de a közép-európai időzónában kell megvalósulnia. Ázsiából, Afrikából, mindenhonnan jönnek azok az országok, akik mondják, hogy engem érdekel az atlétika, hagy rendezzek ezt, azt, amaszt. Szerintem lesz pályázó lesz pályázó bőven. Hát akkor sok sikert mind a két célhoz, a kettő összefügg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.